jó reggelt, indítsuk el ezt a mai napunkat. Azt szeretném, hogy a mai reggelt úgy indítsuk el, hogy beszélgessünk a pozitív és a negatív érzelmek erejéről, gondolkodjunk erről egy picit együtt, hogyha ti is így gondoljátok. Nézzük meg a szenáriót, hogy mit hoztam már ezzel a témával kapcsolatban. Beszélgetnénk elsőként az érzelmek eredetéről. Ezt követően a témán belül az érzések áramlatairól keleti és nyugati megközelítésben szeretném, hogyha átvennénk, az érzések pszichológiájáról, az érzelmek hierarchia modelljét átvennénk, az uralt, a szadbuthi, illetve a képzetlen elme különbségéről, tehát mi történik, ha egyszer uralni tudjuk az elménket. Illetve egy következő etap lenne az életünk egy dinamikusan működő elme teremtése, tehát az életünk magának, az elmének a teremtése, és a végső etap pedig, hogy a kiút befelé vezet. Szóval ez lenne a mai reggelünk témája. Attila gondolatával szeretném bevezetni ezt a mai kis összefoglalót. Azt mondja Attila, hogy a mindennapok embere két dologból tudja, hogy él. Az egyik, hogyha boldog, a másik, hogyha szenved. És valójában ez az intelligenciának is a jele itt az anyagi világban. De miért is? Hát azért, mert ez normális, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük a fájdalmat, elkerüljük a szenvedést, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a karmánk szerint a legnagyobb boldogságot elérjük. Azonban a világban elérhető minden öröm és élvezet valamilyen fizikai vagy érzelmi dolog eléréséből származik, és éppen ezért ezek a dolgok múlandóak, ezek sarák. És hiába akarjuk megtartani őket, előbb-utóbb így szertefoszlik az ujjaink között, ahogyan a szivárványt sem tudjuk befogni és oda rögzíteni az égre. És az időnek ez a lassan előrekúszó, minden magába olvasztó, határtalan köde alapjába véve elporlaszt mindent a világban. Elporlasztja a kedvenc tárgyainkat, a kedvenc kis állatkáinkat, egy remek hangulatot, egy klassz estének a hangulatát, egy utazás élményét, de elporlasztja ugyanúgy a fiatalságunkat és a szerelmet is. Nem beszélve a saját testünkről egyszer. Azt írja a Géta 11.32-ben, hogy idő vagyok, világok létének kioltója. Vagy gondoljunk csak bele egy kis ártatlan dologba, amikor megunsz valamit. Például egy hivatást, megunsz egy szakmát, megunsz egy tárgyat, vagy egy életminőséget, amiben éltél. Például tanulsz az egyetemen 5 évet, 6 évet, 7 évet, az orvosok még többet, és egy idő után rájössz, hogy lehet, hogy mégsem ez a te hivatásod, és mennyi időt beletettél. Érdemes ezen elgondolkodni. És ez az idő ebben a 3D világban, ez az idő az anyagi világban, azt írja ezzel kapcsolatban a Bhagavad Gita az 5.22-esben, hogy a bölcs távol tartja magát a szenvedés forrásaitól, amik az érzékekkel és érzésekkel való kapcsolódásból származnak, mert az eféle élvezeteknek kezdetük és végük van, vagyis múlandóak sarák. Vagy a 2.16-ban azt írja a Gita, hogy a mullandóból, a ksarából nem származhat állandóság, és az örökké valóságból, az aksarából pedig elmúlás. Az igazság látói ennek mindkettőnek az alapos tanulmányozásával jöttek rá. És a Jóga Szutrákban pedig Patanjali a 2.15-ösben így foglalja össze, hogy a szenvedés okozója a külső világ szüntelen változása, a parináma, a vele született hajlamaink, a szamszkárák, és az elmének az ellentmondásos, csapongó és sokszor kusza természete, amely a három minőség aránya mentén állandóan formálódik. Azt írja még a Jóga Szitrák a következő slókában, hogy a szenvedés, a dukha mindenütt jelen van azok számára, akik a megkülönböztetés és elkülönültség nézőpontjában élnek, vagyis a testelme az ego értékrendje mentén élnek. Mi is ez? Hát a kanaka,
az anyagiak, a kamini, az élvezetek, illetve a pratistha, az elismerés, a figyelem, a hatalom. És a Bhagavata Puránánál szeretnék a harmadik ének 7. fejezet 5. slókájából még ideidézni. Azt írja ez a slóka, hogy az önvaló azonban lényegileg tudattermészetű avabodha átma, nem befolyásolja sem az idő, a kála, sem pedig a körülmény, a dísa, sem benső vagy külső történések. Nos, azt szeretném, hogy ebbe menjünk bele egy picit most az elkövetkezőkben, és gondolkodjunk együtt az érzelmek eredetéről. Alapjába véve az érzelmeink eredete két forrásból táplálkozik, az ösztönökből és a klésákból. Hogyha ezt így meg tudjuk fogalmazni. Valójában nem a tudatos síkon, hanem a tudattalan és a tudatalatti elmében gyökereznek ezek a dolgok, és fogalmazhatunk úgy is, hogy ezeket az emóciókat okozó tudatszínezetekből táplálkoznak, amik maguk a klések, illetve az alapösztönökből. Menjünk tovább, vegyük át egy picit, talán más megközelítésből ezt a két etapot. A klésák az emóciókat, szenvedéseket kiváltó érzetekként fogalmazhatjuk meg, vagy szenvedéseket, emóciókat kiváltó, előidéző, előrevetítő érzetek az elmében, és ezekkel az a gond, hogy minden esetben boldogságot és boldogtalanságot eredményeznek. És mi van ezzel, hogyha boldogságot és boldogtalanságot eredményeznek? Ez alatt a világhoz való kötöttségünket, a testünkhöz való kötöttségünket konzerválják. Ugye? Mert hogy anyagi boldogságot vagy anyagi szenvedést okoznak. Ezáltal még inkább a testünkhöz és az anyaghoz való kötöttséget konzerválják, illetve az önmagunkról alkotott téves énképet erősítik, hogy nem átmanok vagyunk, hanem ahankárok. Tehát nem önvalók vagyunk, hanem egók. És azt erősítik, hogy a gondolatainkkal és az érzéseinkkel azonosítjuk magunkat, és alapjába véve a test, az nem csinál más, mint leköveti az elmének a mozgásait. Ugye? Leköveti az elmének a mozgásait úgy, mint sóvárgás, leköveti az elmének a mozgásait úgy, mint vágy, vagy félelem, vagy a többi más emócióforrás. És összességében az eredmény mi is lesz? Vagy szenvedünk, vagy boldogok vagyunk, és mind a kettő az anyagi sík felé mutat. Vegyük át a klésákat a jogaszutrák alapján. Itt vetítem is ezt az ábrát hozzá. Ez a jogaszutrákban a második fejezet harmadik slókákban foglalja össze Patanjali. Tehát az avidjá, ebből ered az összes többi forrás, klésa. Ez a tudás hiánya. Sokszor fordítják nem tudásnak. De inkább pontosabb az, ha a tudás hiányaként fordítjuk, a tudatosság hiányaként fordítjuk. Vagyis aként, hogy a testtel és az elmével azonosítjuk magunkat. Tehát az avidja azt jelenti, hogy 100% testtudatmaterializmus. Ebből ered az összes többi klésa, a rága, a ragaszkodás, az aszmita, az önzés, a dvésa, a gyűlölet, illetve az abhinive és maga az, hogy mindent meg, az életösztön, a halálfélelem ösztöne. Az avidját azt ugye megtárgyaltuk pontosan. Menjünk tovább az aszmitára egy picit talán más megközelítésben. Az aszmitá annyit jelent, hogy az ego szerint definiáljuk magunkat. Tehát maga az önzés. Ez vagyok én jogi vagyok, én zenész vagyok, én filozófus vagyok, könyvkiadó vagyok, grafikus vagyok, közgazdász vagyok, de nem mondtam azt, hogy átman vagyok, vagy lélek vagyok, ugye? És ezek a dolgok hozzám tartoznak, a férjem, az autóm, a házam, a minden, ami az albumok. És azt mondja Patanjali a 2.6-osban, hogy az önvalónak a látás érzékelő erején keresztül egóként való megnyilvánulása az aszmitá. Ez a téves önazonosításból eredő önzés. És a 4.4-esben pedig folytatja Patanjali, azt mondja, hogy egyedül az aszmitá, az összpontosított önzés, az én vagyokság, vagyis az ego az, ami létrehozza az elmét a jellemző hajlamokkal.
Tehát, hogyha az ego tudatosságot át tudnánk emelni az átman tudatosságra, akkor alapjába véve a klésák elveszítenék a létjogosultságokat. Ugye? Ezek a szenvedést okozó tudatszínezetek. Hogyha tovább gondoljuk picit az aszmitát, tehát ezt az önzést, akkor rájövünk arra, hogy ezzel az a gond, hogy minden egónak összességében három problémája van, nem több, csak három. Az egyik, hogy kevesli az anyagiakat, kevesli a pénzt, amit karmája neki jut, ugye Kanaka. Kevesli az élvezeteket az életben, Kamini, illetve kevesli a figyelmet, ami ráirányul, kevesli a megbecsülést, az elismerést, Pratistha. Szóval, hogyha túlemelkedünk a klésákon, az aszmita érzetén, az önzés érzetén, akkor ezekben is meg tudunk nyugodni, és alapjába véve elérhetjük a szántósát, a benső békét, az elégedettség érzését azáltal, hogy nem ragaszkodunk, tehát az aparigrahán felül emelkedünk. Aparigrahán felül emelkedünk, és belépünk az aparigrahába, tehát a ragaszkodástól a ragaszkodásmentességbe. Nos, térjünk is rá a ragaszkodásokra, hogy mit ír erről Patanjali a 2.7-esben. Azt írja, hogy rága vagy ragaszkodás az a téves feltételezés, hogy a boldogság a szukha külső körülményektől függ. Ugye ezt tudjuk, ezt a slókát, ezt Attila sokszor tanította nekünk, és nagyon-nagyon ütős és érthető, hogyha a külső környezetbe keresem a boldogságot, és nem belül. Ugye? A ragaszkodás az, hogy mindenhez tudunk ragaszkodni, amit úgy gondolok, hogy az enyém, vagy szeretném megszerezni, hogy az enyém legyen. Akkor a dvésa, az ellenszem vagy gyűlölet, ide idézném az irigységet, illetve a félelmet is, mert ebből a kettőből ered általában az ellenszem vagy gyűlölet. Általában az iránt érzünk ellenszenvet, akitől vagy nagyon tartunk, vagy kicsit irigyek vagyunk rá. Ezt, ha az ember úgy belegondol magába, akkor lehet, hogy tud ezzel azonosulni, ezzel a gondolattal. Azt írja Patanjali, hogy a 2.8-asban, a Szádanapáda 8-as fejezet, 8-as slókájában, hogy azt az elképzelést, miszerint a fájdalmat és a szenvedést külső körülmények okozzák, nevezik ellenszenvnek vagy dvésának. Tehát ugyanúgy, mint a ragaszkodás, hogy a boldogságot a külső körülmények, ugyanúgy a szenvedést, hogy a külső körülmények okozzák, ezt nevezik dvésának, ellenszenvnek vagy gyűlöletnek. És az apinivés, a túlélés, a létért való minden megtevés, maga a legerősebb ösztön, a maga a legerősebb életösztön. Azt írja Patanjali róla a 9-es slókában, a 2. fejezetből, hogy az apinivés, vagyis a heves élni akarás késztetése még a tanult bölcsekben is benne van. Tehát egészen addig, amíg nem lépünk be az átmanba, amíg nem világosodunk meg, és nem tudjuk 100%-osan, hogy a testünk az múlandó ugyan, de az átman örök, tehát tapasztalatod van saját, hogy nincs halál, csak a test a múlandó, a testelme a múlandó, addig az apinivés az él. Addig az apinivés az a sajátunk. És utána a 2.10-esben azt mondja Patanjali, hogy ezeket a finom fizikai, ez a kedvenc slókám az egyik a jogaszutrákból, hogy ezeket a finom fizikai mentális akadályokat, vagyis zavaró, bántó, fájdalmas gondolatokat és érzéseket ellentétes irányú gondolatokkal lehet kiküszöbölni. Én úgy gondolom, ha ezt be tudjuk építeni az életünkben, akkor hatalmasat tudunk fejlődni a jóga útján és a saját önismereti, az a saját önfejlődésünkön. A Bhagavad Gita 6. fejezetből szeretnék pár slókát ehhez kapcsolódóan idézni. Azt írja a Gita 23-asban, hogy amikor megtudjuk, hogy hogyan váljunk meg a megszokott mindennapi gondolkodásmódunktól, vagyis mitől, a Kanaka Kamini Pratisthától, mint értékrendtől, ami végső soron mindig a mentális fájdalomhoz és boldogtalansághoz és szenvedéshez vezet, azt hívják jógának, azt hívják meditációnak, amit eltökélten, emóciómentes, elcsendesített elmével kitartóan kell gyakorolnunk, hogy eredményt érjünk el. Illetve a 6.20-asban azt írja a Gita, hogy amikor az elme letisztult és szabályozottá vált a jóga gyakorlása által, az elme csapongásai és hullámzásai teljesen elcsendesednek, tehát eléri a nirodhát az ekagra után,
És a jógi énje által megpillantja az önvalót, és az önvalóban elégedetté válik. Igen. Nos, hogyha átlépünk a következő etapunkra, az érzelmeink alapja a klésákon túl az ösztönökben eredeztethetőek, és erről is szeretném, hogyha picit gondolkodnánk másképp. Azt mondja Freud, Sigmund Freud, hogy az ösztönöket ő a mitológia titánjaihoz hasonlítja, akiket az alvilágba száműztek, és ez az alvilág a tudattalan és a tudattalatti elménk. És az ösztönök a tudatalatti és tudattalan késztető ereje, amik érzetekként, megérzésekként, ilyen különféle sugallatokként, késztetésekként felszivárogva a tudatos dimenzióba valamilyen cselekvésre ösztönöznek bennünket. Tehát ahogy ezek felszivárognak, vagy elkezdünk azt szerint beszélni, lévén, hogy úgy gondolkozunk, vagy azt szerint cselekedni. Nézzük ezt a négy ösztönt. A táplálkozás, az alvás, az életösztön, illetve a fajfenntartás. A táplálkozással kapcsolatban mindenek előtt sokszor az a probléma, hogy nem azért eszünk, hogy tápláljuk a testünket, itt inkább a mindennapok emberéről van szó, nem rólatok, jogik, joginikről, akik erre komolyan odafigyeltek. Tehát azért eszünk, mert így szoktuk meg, anyukánk így főzött, ez a kedvenc ízvilágunk, ez a szociális szokás, hogy ilyenkor ezt meg ezt szoktuk enni, és nem azért esznek az emberek, pláne azért a harmadik X után erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, erre majd ki is fogok hamarosan térni. Hogy táplálják és egészségesen tartsák a testüket, hogy minél tovább tudjanak az élet céljaik mentén élni, úgyhogy egy kellemes életminőségben a testükben. Ugye a túlzott cukorsó, fehérliszt és a látványpékáruk, ezek nagyon klassz kis élvezeti értéket adnak hozzá az életünkhöz, de hosszú távon lehet, hogy a testbetegségével járnak. Tamasti doktor pedig azt mondja, hogy 40 felett, ha elütjük a 40-et, akkor, és hosszasan szeretnénk egészségesek maradni, akkor minden évben vegyünk el egy egészségtelen szokást az életünkből, és tegyünk hozzá az életünkhöz egy egészséges szokást. Ez legyen egy táplálkozás, vagy bármilyen életmódbeli szokás. Ez szerintem egy nagyon klassz kis megközelítése a doktor úrnak az egészséggel kapcsolatban. A táplálkozáshoz hasonlóan a szaporodás és a fajfenntartás ösztöne is egy olyan téma, amiről olyan túl sokat nem tanulunk sem az iskolában, sem pedig otthon. Éppen erről beszélgettünk Attilával, illetve Gáborral, amikor jöttünk ide a mai napra. És míg a táplálék először a test szükséglete, csak utána a tudaté, a szerelem, a szexualitás először az elmében jön létre. Tehát először az elmében leszünk szerelmesek, és utána jön a test. És hogyha nem lenne ott a vágy, az ösztön, az élvezetre, akkor valószínű, hogy a fajok kihalnának. Tehát ezért van szükség, hogy ez így megnyilvánulhasson. Jó, a harmadik etap az alvás. Én szeretném, hogyha erről most egy picit úgy bővebben beszélgetnénk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos, egyre fontosabb téma. A pihentető mély alvás az az állapot, amikor nem csak a test, de ugyanúgy az elménk is pihen. Azt mondja Patanjali, ez az 1.1-esben, tehát a Samadhi Pádának a 10-es slokájában, tehát az 1.10-esben helyesbítek, hogy az alvás, tehát a vritti nidra, az elme azon állapota, ami mentes a tudattartalmaktól. És itt szeretném ideidézni, hogy egyre többen szenvednek álmatlanságtól, inszomniától, felszínes alvástól, állandó fáradtságtól, ugye? Mert ha nem tudsz aludni, akkor napközben ez a napod az kuka, az ki van dobva. És aminek az egyik alapja lehet az, amilyen az életmódunk, ahogyan élünk, az állandó stressz, az állandó feszültség nap mint nap, és este, amikor lefekszünk
elkezdünk aludni, akkor képtelenek vagyunk elcsendesíteni az elménket. Nem tudjuk leállítani a gondolatoknak a pörgését, nem tudjuk leállítani a különféle érzelmeknek a hullámzását. Fogalmazhatunk úgy is, hogy nem tudjuk kitenni az embereket a fejünkből, ahogy Szamiráma mondja. Megy a riposzt az elmével, ezzel, azzal, amazzal, ilyen meg olyan, amolyan megközelítésben. Az elme kiszínezi így, úgy, amúgy, akár egyeste 30-szor is felhozza ugyanazt az etapot. Amikor lefekszel, jönnek bele a gondolatok. Mindig egy picit máshogy, hogy azért ne unjuk meg teljesen a dolgokat. Vagy a különféle ilyen képzelt események jönnek elő, hogy előirányozzuk, hogy jaj, hogy mit szeretnénk elérni, és ez a különféle módozatokban megjelenik az elmében. És erre jön plusz a nagyvárosi élet, ahol élünk például itt Budapesten, ami maga a 100% rajasz, az állandó pörgés, aminek elkezded reggel, és nincs vége estig, és az ebből eredően, mivel hogy egész nap mész, alig eszel, nem figyelsz oda, hogy mit eszel, ugye a gyors éttermek, meg nem tudom kinek mi, hogyha nincsen valaki vagy ő maga, aki összekészíti magának az egészségesebb ételt. Ebből eredően nagyon egészségtelen táplálkozási szokások tudnak kialakulni, például az esti nagyvacsikkal, egész nap nem eszel semmit, estére meg megnyugszol, mert hát kész van a nap, teljesítettél, tök jó, már nem zavar semmi, megnyugszik az elme, leülsz, és akkor a férjeddel megvacsoráztok este 10-kor. És ez nem feltétlenül egészséges. És sokan nem fordítanak igényt arra, hogy a harmadik X után tényleg ez a Szaturnusz első visszatérése, tehát a 29,5 éves kor után nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy megfelelően tápláljuk a testünket, hogy benne legyenek azok az ásványi anyagok, azok a vitaminok, azok az anyagok, amire szükségünk van, mert a test nem termeli már meg azt, amit fiatal 20-as éveinkig meg 30-as éveinkig megtermelt, illetve nem úgy hasznosítjuk, és a táplálék minősége sem olyan. És vannak bizonyos elemek, csak párat ide sorolok. Például a vas, például a B-vitaminok, például a melatonin, ami, hogyha nincs megfelelő mennyi, optimális mennyiségben a szervezetben, az is az alvás minőségére, illetve az elalvás képességére kihathat. És ezek csak az elemek. Ezek nem a pszichés, a mentális dolgok, ezek csak az elemek. Tehát ha az elemek nincsenek rendben, akkor már az egy nehézség, egy akadályozó tényező lehet abban, hogy megfelelően tudjunk pihenni. Akkor a harmadik a mozgásszegény életmód. Az, hogy legtöbben, illetve inkább azt mondom, nem legtöbben, mert hál' Istennek, hogy nálunk ez nem így van, de nagyon sokan leteszik reggel 9-kor az ülőcsontjukat a gép elé, és felállnak mondjuk ez délután 5-kor, 7-kor, vagy ki tudja mikor, este 10-kor, 11-kor, ugye? És ez sem feltétlenül, tehát hogyha nem mozgatod meg a testedet, az sem feltétlenül támogatja a megfelelő pihenést. És ma már muszáj erről beszélni, hogy a különféle sugárzások, mint például a mobiltelefon, a 4G, az 5G, szintén megzavarhatják az alvásciklusunkat, és egyáltalán az elalvásra alkalmas, elcsendesedett elmének a kialakítását és ennek a minőségét az érzékenyebb embereknél. És hogyha nem tudjuk magunkat megfelelően kipihenni, akkor a rákövetkező napunk, napjaink hatékonysága meglehetősen romlik, az inger küszöbb lecsökken, ugye egyre ingerlékenyebbé válhatunk, az alapfeszültség nő, és nem csoda, hogy az elme könnyedén becsúszik a depibe, könnyedén becsúszik egy szorongásba, ami hosszú távon a világra való érzéketlenséget, az érdektelenséget, a tompaságot, tehát magát, a tamasztikus elmét idézi elő az elmében. És ez alapjába véve az a gáz ezzel, hogy ez egy ördögi kör. Mert a depresszió vagy a szorongás szintén az elalvás képessége ellen hat, a mélyalvás képessége ellen hat, mert ezek a zavaró, fájó érzések, ezek, amikor elkezdenek kavarogni, ezek nem az elme lecsendesítését támogatják, hanem éppen még inkább éberré teszik. És emellett megesett, hogy ezáltal, hogy egész nap dög fáradt voltál, estére meg fölébred,
ébredsz azáltal, hogy ezek az emóciók jönnek az elmébe, még kétségbe esetté válsz, dühös is lehetsz magadra, hogy úristen, de hát egész nap tök fáradt voltam, most meg nem tudok aludni, holott most kellene aludni, és ami még inkább az elme elcsendesedettsége ellen hat. Ugye, hogyha fölpörgeti magát az ember azon, hogy feszült lesz, akkor hogy fog utána elaludni. És az előbbiekből ez most kiderül, hogy miből is ered ez az egész. Hát abból, ahogyan élünk. Ahogy a mindennapjainkat élünk, a stresszből, a feszültségből, a 100% rajaszból, hogy az elménket a pörgés és a stressz jellemzi, a teljesítményorientáltság, a szenvedély és szenvedés minősége, a kettősségek, a rajasz minősége dominálja. És hogyha az iméntiekre, amiket így átgondoltunk, tudunk figyelni, tehát a megfelelő ételek fogyasztása, a megfelelő, hogyha szükséges táplálékkiegészítők fogyasztása, a megfelelő mozgás kialakítása, ha tudunk arra figyelni, hogy ezért inkább napközben együnk és ne este, és ezt nagyon-nagyon mélyen meg tudjuk támogatni ezeket a dolgokat, tehát ezeket a fizikai dolgokat a jóga eszköztárával. Mivel is? Hát, hogyha lefekvés előtt pránajámázunk egy kicsit. Én mindenkinek a nádi szotthant szoktam ajánlani, és nem kell sok. 5-10 perc tökéletesen elég, és hogyha tényleg pránajámázol, és nem csak légző gyakorlat, tehát odafigyelsz, amit csinálsz úgy, ahogy kell, akkor az nagyon-nagyon klasszul hat az elme elcsendesedettségének képességére. Akkor a második, a pratyahára gyakorlatok közül a jóga nidra. Éppen most vetítem ezt a képet, mert most adtuk ki nem régen ezt az Aludj Jól nevű albumot, amit rátettünk már a Lila, tehát a Yoga Nidra meditációs pendrive-unkra is. Hát én minden este ezzel alszom el, mert annyira le tudja csendesíteni a tudathullámokat. És ezt azért is mondom, hogyha valakinek, nekem, én azért kezdtem el magát a Yoga Nidrát ezelőtt 10 évvel, mert nekem is nagyon komoly alvás problémáim voltak. Nem tudtam elaludni, de ezekkel a módszerekkel ez nagyon-nagyon klasszul megy. De a Yoga Nidrának, illetve a meditációnak, hogyha meditálsz este, tehát hogyha este is vagy, nem tudom, hogy kinek mi, de ha este beteszed ezt a módszert, akkor képessé válsz te saját magad elcsendesíteni a tudathullámokat az elmében. És ezáltal, ha elcsendesíted a tudathullámokat, a gondolatok és érzelmek hullámzását, akkor képessé válsz arra, hogy az elmében kialakuljon egy olyan mentális állapot, az elcsendesedettség állapota, ami alkalmasra tesz az alvásra. A mély alvásra, és éjszaka sem ébredsz fel. Na már most ezzel tudjátok, hogy mi a gáz? Az, hogy ezt rendszeresen kell csinálni. Tehát, hogy ezt nem egyszer kell csinálni, meg kétszer, meg hogy etéten egyszer, és utána hát ez nekem nem megy. Hanem maga az, ha valaki nem tud aludni, az sem egyik napról a másikra alakul ki. Tehát ez sem olyan, hogy most egyik nap tudok aludni, aztán utána meg már soha többet nem. Hanem az is egy folyamat, ahogy az ember kialakít magának egy életmódot, és az az életmód az úgy alakítja a dolgait, hogy az alvás minősége ellenhat. Vagy olyan érzékeny ember, hogy mindenre érzékenyen reagál. És ezáltal a különféle gyakorlatok, ami a pratyahára, a yoga nidra, szerintem a legalkalmasabb, és nekem bevált, tehát a saját bőröm mondom, saját példából mondom, alkalmassá tesz arra, tehát feltanítod az elmét, visszatanítod az alvásra. Ugye, mert elfelejtette. Mert kiment, tehát elfelejtette az életkörülmények miatt. Tehát fel kell tanítani, de ez a feltanítás ez nem 5 perc, meg ez nem az, hogy most egyszer csinálom, egyszer nem, hanem ez rendszeresen kell. És hogyha az ember rendszeresen gyakorol, és ez nem is gyakorlás, mert belealszol. Például ezt nem akarom itt magunkat ajánlani, de ezt az albumot direkt azért csináltam, mert nagyon sok barátom, a legjobb barátaim között jó páran vannak, akik komoly alvás problémákkal küzdködnek, és ők mondták, hogy ugyan csináljunk már egy ilyet, és akkor meg lett ez az album, meg magamnak is szintén. Ez úgy lett összeállítva, hogy alapjába véve egy 20 perc elcsendesítő, tudat elcsendesítő szöveg megy, és utána 40 perc hangtál. Tehát, hogyha nem alszol el arra, én már általában elalszom a hangnak a vége felé, de ha nem alszol el arra, akkor a hangtálak mérezgésére már azért megvan az esély, hogy az ott letompítja ezeket az amplitudókat.
Szóval a jóga nidra gyakorlása, ha rendszeresen gyakorol az ember, akkor ez végleges eredményt hozhat. De ehhez az kell, hogy tényleg akinek ilyen problémája van, ez be tudja építeni a rendszerességet az életében. Jó, erről szerintem ezt kitárgyaltuk, ezt a témát. És akkor a negyedik ösztön, ez a komfort, a test bármi áron történő megvédése, fenntartása, az abhinivés. Ez a legerőteljesebb emócióforrás, az önmagunk, a kis testünk, a szeretteink megvédése. Ugye most van egy ilyen szomorúságos helyzet itt a szomszédos országban, Ukrajnában a háború révén, hogy nagyon sokan fedél nélkül maradtak, és az életminőségük megromlott, és a testi épségük veszélyben van. Szóval... De hogyha visszavezetjük a gondolatainkat csak a mindennapjainkra, a legtöbbünk napjait, mindennapjait is sokszor befolyásolják a különféle munkahelyi, párkapcsolati, szociális, ambicionális szorongások. És hogyha ezek így vannak, akkor érdemes ezekbe belekontemplálni, hogy ezek ugyan mitől is szorongunk ennyire, hogy mennyire van ennek a racionális valóság alapja, és mennyire nincsen. Ez Fábi Simáranda azt mondja, hogy a normál életmenetben a félelmeink, a szorongásaink, a frusztrációinknak a 95%-a az elme szüleménye, és csak 5%, ami tényleg valós alapokon nyugszik, és tényleg érdemes tenni érte, hogy az a dolog ne következzen be. Vagyis a mi fejünkben áll össze legtöbbször valami, aminek a túlnyomó hányada a tudatalatti és a tudattalan elméből felszivárgó ilyen különféle sugallatok, érzetek miatt alakul ki, és legtöbbször tényleg nem sok köze van a valósághoz, ezért ne dőljünk be neki. Tehát nem kell bedőlni annak, hogy most mi van az elmében. Az a gondolatok jönnek-mennek, érzések jönnek-mennek, nem kell vele foglalkozni, az a lényeg, hogy mi ekagram módon elérjük a céljainkat. A Gita azt írja a 2.40-esben, hogy a jógában még egy parányi fejlődés sem hiába való, nincs veszteség vagy csökkenés, és már egy kis előrehaladás is a dharmában, az életfeladatainkban, a feladatainkban megvédi az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától. Illetve... Igen, ez marad. Illetve a Brihadáranyaka Upanisád 4.4.2-es verse azt írja az abhinivéssel kapcsolatban, hogy a Brahman a félelem nélküliség, és aki tudja ezt, az maga is félelem nélküli Brahmanná válik. Nos, ez is egy olyan slóka, amit hogyha mélyen beépítünk és megértünk, ezen meg lehet világosodni, hogyha a sajátunk lesz. De miért is? Mert a Brahman értékrendje, a szat, a létezés állandósága, a csit, a teljes tudatosság, a jelenlét, illetve a flow, az ánanda, a boldogság áramlása, míg a mindennapi kis életünknek az értelme és élet célja az a kamini, a pénzben mérhető dolgok, illetve a kanaka, a pénzben mérhető dolgok, a kamini, a szex, az élvezetek, illetve a pratisztálmások megbecsülése, illetve a figyelem. És ez mindhárom ebben a 3D világban véges, és ennek az idő egyszer így is úgy is valamilyen formában véget fog vetni, és alapjába véve ezekkel ez a gond. Tehát nem az, hogy nem nyújtanak élvezetet, mert ha belegondolunk, a pénz az hatalmas élvezetet nyújt, mert megadja a szabadságunkat. Ugye? Tehát, hogyha van elegendő pénzünk, akkor szabadok vagyunk. Akkor meg tudjuk venni, el tudunk utazni, úgy tudunk élni, ahogy mi szeretnénk a saját életminőségünk szerint. Az más kérdés, hogy végleges boldogságot azért nem tud okozni, mert előbb-utóbb hozzászoksz ahhoz, hogy mindent meg tudsz venni, vagy mindent el tudsz érni, és nem nyújt már plusz örömforrást. Ez a lehetőség. Nézzük, hogy mit szerettem volna még ideidézni. Igen, tehát akkor tudjuk meghaladni az abhinivést, a halálfélelmet, az életösztön késztetéseit, hogyha képesek vagyunk tudatsíkot váltani. Tehát ha képesek vagyunk tudatsíkot váltani, ami annyit jelent, hogy az átma minősége felé tendáljuk az életünket. Jó, lépjünk tovább. Szeretném, hogyha
Beszélgetnénk az érzelmek erejéről, elsőként védikus megközelítésben, utána egy picit nyugati megközelítésben. A négy ősösztön és a klésák, ezek a tudatszínezetek az eredete és az alapja az érzelmek hét fő áramlatának, tehát magának, a vágynak, a dűnek, az önteltségnek, a kapzsiságnak, a ragaszkodásnak, az irigységnek, illetve az ego elvnek, az ego tudatosságnak. Ezek közül az érzelem áramlások közül talán a kettő legfontosabb, az egyes és a hetes, tehát maga a káma, a vágy, illetve az ahankár, az ego elv. Erről beszéltünk a klésák kapcsán is, hogy a káma, ez az őseredeti vágy a minden élvezetre, tehát nem csak a szexualitás, hanem ebben minden benne van. Az ahankár pedig maga az az én érzet, ami ahogy beszéltük a klésáknál, az aszmitánál, az önzésnél, arra a gondolatra juttat, hogy ez vagyok én, ezek a dolgok meg az enyémek, tehát az aham mama tudatosságára. És talán tudjuk jól saját tapasztalatból is, hogyha vágyunk valamire, akkor a vágynak, a különféle ragaszkodásainknak mindig aggodalom és szorongás a karmája. Ugye? Vagy azért, hogy elérjük azt a vágyunkat? Vagy ha elértük, akkor meg tudjuk tartani? Ugye? Tehát azon aggódunk, azon szorongunk. Vagy hogyha nem, akkor meg azon, hogy de miért nem. Tehát összességében az ösztönök és az emóciók szerinti élet akkor fog oldódni, hogyha ki tudjuk kapcsolni az ahankárt, hogyha ki tudjuk kapcsolni az önzést, hogyha ki tudjuk kapcsolni az aszmiták klésáját. Tehát ezek nagyon-nagyon összefüggnek. Tehát a tudattalatti és tudattalan elmében a klésák, az ösztönök minősége, ahogy így szivárognak föl és hatnak a tudatos síkon a különféle kialakult, tehát a manaszban kialakult érzelmekre, érzésekre, gondolatvilágunkra. Az önzést alapjába véve úgy tudjuk felszámolni magunkban, hogy egyszer az átman, egyszer az önvaló érdeke mentén tudunk élni, és az átman, az önvaló veszi át az irányítást, az elme felett, mert ha belegondolsz, teljesen más az érdeke az átmannak, az önvalónak, mint az ahankárnak, mint ami az ego érdeke. Ugye az önvaló érdeke az, hogy el tudjuk engedni a ragaszkodásainkat, a parigraha. Ugye az önvaló érdeke maga az, hogy egy kiegyensúlyozott, békés elmében tudjunk élni. Az önvaló érdeke maga a szeretet áramlása. Az, hogy lássuk, hogy miben vagyunk egyek. És nem az, hogy lássuk, hogy miben vagyunk különbözőek, ugye? Mert az egónak az érdeke az, hogy én miben vagyok különb, és miben vagyok különböző, mint a többiek, ugye? Hogy az ember kidugja egy kicsit, hogy de hát ez vagyok én, ugye? Illetve az ego érdeke az maga a 100% önzés és a ragaszkodás. A ragaszkodás a hatalomhoz, a pénzhez, a megbecsüléshez, a különféle és a különbözőségeknek a hangsúlyozása, hogy miben vagyunk különbek, miben vagyunk különbözőek a többiektől. És hogyha elkezdünk az önvaló érdekei mentén élni, az önvaló értékrendje mentén élni, akkor emberként is teljesen meg fog változni az értékrendünk. És ekkor fogunk tudni megszabadulni az önzéstől. És itt kell talán beszélni arról is, hogy amíg az átman nem veszi át az uralmat, tehát amíg van olyan vágyam, ami nem lélekből jön, ami nem az átmanból jön, addig mi szerint élek? Addig az ego értékrendje szerint élek. Ugye? Szóval alapjába véve a buddhi, az értelem, az felül tudja írni az emóciókat, és ez alakul idővel, ha dolgozunk rajta, alakul egészen addig, míg egyszer a vágyainkat a lelkünk fogja áthatni. Tehát az lesz a vágyad, hogy jobb emberré válj, az lesz a vágyad, hogy megszabadulj az irigységtől, a féltékenységtől, a dűtől, az önteltségtől, ami nem előre visz.
és ehelyett kialakuljanak olyan tulajdonságok, mint az önzetlenség, a hála, a belső béke, a nem ragaszkodás, az elégedettség érzése. Jó, lépjünk picit tovább ebben a témában, picit menjünk egy más aspektusból világítsunk rá erre a témára. Ennek azt a címet adtam, hogy a kettősségek az elmében, hogy nézzük, hogy mi is az erősebb emóció, a like vagy a dislike. Ugye mindannyian szeretnénk, hogyha kedvelnének bennünket, hogyha legalább azok szeressenek, akik számítanak nekünk, ugye, akik fontosak, a barátaink, a szeretteink, a családtagjaink, és hogy figyeljenek ránk, hogy értékeljék, amit teszünk, akár értük, akár a munkákban, legyen ez egy csodálatos vasárnapi ebéd, vagy egy művészi alkotás, vagy bármi más. De gondoljunk csak bele, hogy mi történik akkor, amikor alapjába véve nem kedvelünk valakit mi. És összevetve azzal, amikor szeretünk valakit. És lehet, hogy amikor nem kedvelünk valakit, ez a dislike érzés, ez a nem szeretem, ez a nem kedvelés érzés, ez sokkal, de sokkal erősebb az elmében, mint a maga a szeretet érzése. És mondhatjuk, hogy nem, hát ez nem így van, hát de érdemes őszintének lenni az embernek magával. Jó, hogyha merünk őszinték lenni magunkban, mert amíg nem emeljük a szatvába, tehát egy magasabb rendű minőségbe a gondolatainkat, az érzéseinket, addig talán sokkal többször merülnek fel olyan gondolatok az elmében, amiken órákon át, naposztan át tudjuk pörgetni magunkat, hogyha valami nem tetszik, vagy valaki nem úgy szólt hozzánk, mint azokon, akiket szeretünk. Itt most a szerelmet ne idézzük ide, mert az egy teljesen más etap, más kategória, hogy az ember akkor, főként ha nő, akkor csak azon az elméjében. A férfiak tudnak úgy dolgozni, hogy nem, a nők azért kevésbé. Ezt csak így zárójelben jegyeztem meg. Nos, tehát jó, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, mert megeshet, hogy egy ilyen helyzetben, amikor olyan emberre gondolunk, akit nem kedvelünk annyira, sokkal többször jut eszünkbe, és sokkal több időt szánunk rá elmében, mint akit szeretünk. Tehát sokkal több időt van a fejünkben, mint akit szeretünk. És ez azért elgondolkodható, azt mondja Szvámi Ráma, hogy akkor kit is szeretünk valójában, hogyha azzal többet foglalkozunk, akit nem kedvelünk, vagy akivel megy a kvázi a riposzt az elmében. És azt írja Szvámi Ráma, hogy az életben általában a negatív érzések mélyebb szinteket érnek el, mint a szeretet. Például megeshet, hogy mész egy számodra fontos képzésre, vagy megbeszélésre, vagy találkozóra, és amíg éppen oda tartasz, mindvégig az a bizonyos személy van az elmédben, ő, akit annyira nem is kedvelsz, sőt, egyáltalán nem kedvelsz, és megy a riposzt az elmében. Ez bizonyítja, hogy milyen hatalmas a negatív gondolatoknak az ereje. Hogy egy kellemetlen, egy zavaró érzés, egy prekoncepció, egy negatív emóció, ez mennyire ott tud lenni az elmében. De mit gondoltok miért? Hát azért, mert nem tanultuk meg, hogy hogyan tudjuk szabályozni a gondolatainkat, és az érzéseinket. Tehát nem tanultuk még meg, hogy amikor fölmerül egy ilyen gondolat, vagy általában ugye az érzések sokkal, de sokkal erősebbek, mint a gondolatoknak a maga súlya. Amikor fölmerül egy ilyen érzés, akkor ezt te hogyan tudod kezelni, hogy ez kikerüljön az elméről? Erre csináltam nektek egy ábrát, hamarosan majd ez is sorra fog kerülni. Lépjünk egy picit tovább az érzések pszichológiájára, mert hogyha belegondolsz, az érzések a kor előre haladtával, ezek nem csökkennek. Tehát, hogyha elmúltál már 30-40 éves, nem biztos, hogy kevesebb érzés van a szívedben,
mint amennyi mondjuk 20 éves korodban volt. Sőt, ezek az érzések, ezek nem lesznek lájtosabbak, és nem lesznek finomabbak a kor előre haladtával. Sőt, hogyha nem dolgozunk rajta, tehát aki nem foglalkozik felnőttként is, főként a nyugati civilizációkban, mert ugye keleten ott ülnek a gurukulákban a kis gyerekek, tehát ezt eleve már megtanulják. Nekünk felnőtt fejjel kell megtanulni. Tehát, hogyha nem foglalkozunk, önfejlesztéssel felnőtt korban, akkor ezek a berögzött szokásminták, érzésminták, mert ezek is minták bennünk, amiket így előkapkodunk bizonyos szituációk hatására, ezek beszűkíthetik a gondolkodásmódunkat, beszűkíthetik az egyáltalán az életterünket, ahogyan tudunk élni a saját elménkben, a saját lényünkben, és ez sem nekünk, sem pedig a környezetünknek nem jó. És ez előbb-utóbb, ahogy a kor előre halad, az arcunkon is kiütködik, és aminél inkább benne van valaki a korban, annál inkább az arcvonásain látszik, hogy milyen típusú gondolatok vannak a fejében, az elméjében, és milyen típusú érzések mentén él. Gondoljatok csak Szepes Mária nénire, hogy 95 felett milyen csodálatosan ragyogó, gyönyörűséges arca volt. Vagy gondoljunk Aurobindónak a csodálatos arcára, vagy Rabindranath Tagore-ra idősebbkori fényképeken. Vagy megkeseredett idősebb ember arcára, akinek ilyen U-betűszerűen gördül le a szája, mert úgy alakulnak ki a vonásai, de azért, mert olyanok az érzései, olyan a gondolkodásmódja, olyan típusú gondolatok vannak a fejében. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy foglalkozzunk önfejlesztéssel, személyiségfejlesztéssel, főként jógával, hogy megmaradjon a személyiségünk nyitottsága, és az idő múlásával meg tudjuk tartani a személyiség karakterünknek a rugalmasságát önmagunkkal szemben és a környezetünkkel szemben is. Attila azt tanítja, hogy az kezdte el a jógát, aki tudatosan szembe tud szállni a hangulataival, és tudatossá tudja tenni az érzéseit. Tehát ez az első és legfontosabb dolog ezen az úton, hogy tudatosak legyünk, hogy a gondolatok nem csak úgy vannak, az érzések nem csak úgy vannak, és a másik dolog, hogy mi igenis, és képesek vagyunk, mindjárt erre kitérünk a Szatbuddhira, képesek vagyunk, hogyha teszünk érte, uralni ezeket, hogy egyszer arra gondoljunk, amire mi akarunk, és nem arra, amerre az ösztönök meg a különféle klések és emóciók rángatnak bennünket. A Bhagavad Gita 6.23-ban azt írja, hogy aki tudja, hogy hogyan váljon meg az elméjében megnyilvánuló szenvedésektől, az már elindult a jóga útján, amit szilárd elhatározással, szemtelen elmével, fáradhatatlanul kell gyakorolni. Illetve a jógaszutrák 1.33-as, a barátságosság, a részvét, a megbocsájtás, a boldogság és szenvedés, valamint a kellemes és nehéz élethelyzetekben való kiegyensúlyozottság révén az elme lecsendesült. Hogyha ezeket meg tudjuk valósítani, tehát összességében itt a kiegyensúlyozottság szerintem a legfontosabb, mivel hogy abban az összes benne van, akkor tudatosan le tudjuk csendesíteni az elme hullámzásait. És ezért mondhatjuk azt, hogy összességében érdemes arra törekedni, hogy öltsünk fel, megpróbáljunk felölteni egy kellemes, barátságos karaktert a saját magunk számára, a lényünkben. És hogy úgy gondoljunk a világra, ahol nem ellenségek vannak, hanem barátok. Még akkor is, amikor lehet, hogy bántás ér bennünket. Akkor is ezt a pozitív gondolkodást érdemes erősíteni magunkban, mert sokkal jobban járunk mi magunk is magunkkal szemben. A másik dolog, hogy egy jógi nem léheghet bosszúért, mert az ugye nem a szatvának a minősége, hanem egy picit lejjebbi dolgokért, és nem is vezet előre. Azt írja a Bhagavata Purana 7. ének 15.34-es, hogy a kitartó gyakorlás és a helyes tettek révén az elme megtisztul, és eléri a kiegyensúlyozottság, a kizökkenthetetlenség állapotát, a rendíthetetlen benső békében, a nirvánában, ami olyan, mint a tűzifa nélküli égő tiszta láng.
Nos, de nézzük, hogy hogyan tudunk előre jutni e felé, a minőség felé. Tehát, hogyha észrevesszük, hogy egy ilyen fájó, bántó gondolat van az elménkben, vagy egy olyan szituációba kerülünk, ez a legnehezebb, amikor van egy szituáció, hogy egyből kapcsoljon az ember, ugye? Mert amikor kilépünk a liftből, és ott volt a helyzet, akkor már olyan jól tudjuk, hogy lehetett volna megoldani, de az már elmúlt az időminőség. Szóval itt a jelenlét és a tudatosság, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha észrevesszük egy nézeteltérésben, hogy hoppá, itt a lehetőség, most tudunk fejleszteni magunkon. És itt a lényeg nem is az, hogy mit mondunk a másiknak, hogy az úgy érezze magát, ahogy mi gondoljuk, hogy neki éreznie kellene magát, hanem itt az a lényeg, hogy mi magunkon alakítsunk. Hogy mi magunk tudjunk fejlődni. Hogyan tudunk változtatni a viselkedés mintáinkon ebben a lehetőségben, hogy túl tudjunk lépni akár egy sértettségen, féltékenységen, irigységen, vagy bármi olyan minőségen, amin tudunk polírozni a személyiség karakterünkön. Vagyis amikor tudatosan válunk arról egy szituációban, ami éppen akkor van, hogy tudjuk gyakorolni például az önuralmat, az, hogy az ember nem egyből visszariposztozik, hanem önuralommal és átgondolja, megfontoltan tud válaszolni a türelmet, a kedvességet, a megbocsátást. Mert hogyha egy riposztra kedvességgel válaszolsz, az általában nem csak megdöbbenti a másik felet, hanem talán őt is arra inspirálja, hogy vegyen vissza a hangerőből. Sőt, például, hogyha beleérzünk a másik gondolatába, lehet, hogy nem is velünk van problémája. És az együttérzésnek a tökéletessé fejlesztése révén azt hiszem, hogy ez egy buddhista tanítás, és meg is világosodhatunk. Tehát, hogyha az együttérzés minőségét tökére fejlesztjük magunkban, akkor ez a megvilágosodásunk felé fog vezetni a mi utunkon. De miért is? Hát azért, mert hogyha együtt tudok érezni másokkal, mások szenvedésével, de mások boldogságával is, az maga ezt az egységtudatosságot fejleszti bennünk, az, hogy nem különbözőek vagyunk, hogy én vagyok a kis ez meg az, hanem az, hogy mindannyian lélekben egyek vagyunk. Jó. Szeretném, hogyha egy következő témával lépnénk előre. Készítettem nektek egy ilyen ábrát, egy ilyen összegző ábrát az érzések pszichológiájáról, a fizikai sík érzéseiről, a mentális sík érzéseiről és a spirituális sík érzéseiről, illetve, hogy körülbelül hol lehet a határ a boldogság és a szenvedés között. Mindjárt erre látható ez az ábra rendesen? Tudjátok olvasni? Nem lett nagyon pici a betű? De nyugodtan fényképezzétek be. Én ezt nem szeretem így, hogy legalacsonyabb rendű, de valahol mégis az életminőségünkben, ami nem egy kellemes érzés, hogyha valaki állandóan áldozatként tekint magára, és áldozatként érzi magát, tehát ez nem egy felemelő érzés. Vagy itt van a gyűlölet érzése, ami a gyűlölet, ezt beszélgettünk arról, hogy a gyűlölet alapja vagy az irigység, vagy a félelem, vagy mind a kettő egyszerre. Tehát irigy is vagyok, meg félek is. E fölött van ez a kettő, tehát a félelem, a szorongás, illetve a kapzsiság, a mohosság minősége, ez is még mind a fizikai síkhoz köthető. Akkor a mentális sík érzései, a szégyen, az önteltség, a büszkeség, a düh, a vágy, a ragaszkodás, de ide tartozik, ami már pozitív dolog, a bátorság, az észszerűség, a racionalitás is. Én itt húztam egy piros vonalat, hogy mik azok az érzések, amik alapjába véve a boldogság felé mutatnak, és mik azok az érzések, és a ragaszkodás, a vágy és a sóvárgás is, ami előbb-utóbb szenvedés felé vezet. Tehát lehet, hogy a ragaszkodás először, ez nagyon-nagyon klassz, és milyen tök jó ragaszkodni, de előbb-utóbb, ha belegondolsz, nem fogod tudni fenntartani, mert szétporladnak, tehát mint a szivárvány, hogy megcsodálod, és nem tudod megtartani. És ez fájdalom az elmének, amíg anyagi síkon gondolkodik, és nem a szatban gondolkozik, az örökké valóságban gondolkozik, az átman kvalitásaiban gondolkozik.
és a spirituális síknak az érzései, ami egyöntetűen a boldogság felé mutatnak, a bölcsesség, az elégedettség, a szántósa, az elfogadás, a hála, a megbocsájtás, az aparigrahát, az már nem fért oda, de az is oda tartozik, a nem ragaszkodás, akkor az együttérzés az egyik legmagasabb rendű érzés, illetve a megbocsájtás. Ezekről mindegyikről egy-két gondolatot mindjárt beszélünk, illetve a szeretet érzése, ami nem is érzés, ezt nem is fogalmazok helyesen, azt mondom, hogy érzés. A szeretet az egy magasrendű tudatállapot. A szerelem az egy érzés. Mindjárt beszélgetünk ezekről. De még mielőtt bevezetjük ezt a témát, én azt a címet adtam ennek a résznek, hogy a pokol és a mennyország az alapjába véve az elménkben van. És bárki képes a pókolót mennyországgá alakítani magában, és ez fordítva is ugyanígy van, mert ahogyan létrehozunk valamit, ugyanúgy meg is tudjuk szüntetni, és tudunk rajta változtatni, először, ha tudatosak vagyunk róla, ahogy Attila tanítja nekünk, és hogyha van erre vágyunk. És ha kitartóak vagyunk benne, ez a harmadik, ugye? Tehát mindig azon lehet legjobban elcsúszni. Jó, és akkor definiáljuk, mi a boldogság. A boldogság a pozitív érzés, amikor pozitív érzések borítják el az elmét, a szenvedés pedig az, amikor a negatív érzések borítják el az elmét. Tehát ez eléggé logikus. És akkor vagyunk depressziósak, amikor nincsen olyan életcél, amiért tudnánk lelkesedni. Ugye? Tehát, hogyha nincs egy olyan életcélod, amiért tudnál lelkesedni, akkor a depresszió az bekövetkezhet. Szvámi Ráma pedig azt tanítja, hogy a depresszió mögött mindig egy nem beteljesült vágy van, és hogyha nem kezdek ezzel a vágyjal valamit, vagy megvalósítom, vagy elengedem, akkor jól becsúszik a tudattalamba, vagy a tudatalatti elmébe, és szamszkárává válhat. Ugye? És úgy kezd működni, mint egy vulkán, és nem tudom, hogy ez a vulkán mikor kezd el feltörni, tehát mikor lesz az, hogy jön és exponál. A szamszkára az ösztönös, mély, felszivárgó érzet ilyenkor ráveszi a buddhit, ráveszi az értelmünket arra, hogy egy emóción kezdjen el pörögni. Ugye? Tehát ez eléggé komoly. És hogyha folyamatosan egy emóción, egy múltbéli vagy jövőbéli esemény kimenetelén pörgetjük az elménket, az nem az elégedettséget és a békét hozza el számunkra, hanem a bizonytalanságot, a vágyak, a düh és más frusztráló emócióknak az erősödését. Ahogy a Gita mondja, hogy az emberben ragaszkodás ébred az érzékek tárgyai iránt, a személyek iránt, életminőségei iránt, miközben rajtuk meditál, és az ilyen vonzódás vágyat, a vágy pedig dühöt szül. A dühből illúzió ered, az illúzióból emlékezett zavar, és hogyha zavart a gondolkodásunk, akkor elvész az értelem, és az értelem elvesztésével az ember még inkább visszasüllyed, besüpped a rajaszba, besüpped a tamaszba, vagyis miben is? Hát a testelme szerinti lét mindent elsöprő birodalmába. Tehát egyszerűen csak visszamegy, ahonnan jött. De azt írja a Gita a 64-esben, hogy aki vonzódástól és ellenszemtől mentesen gyakorolja az átman, az önvaló megvalósításának szellemi útját, ezáltal az érzékein uralkodva megszabadul a különféle tárgyak és életminőségek vagy személyek befolyásolásától, az elnyerheti a békét, az elnyerheti az elmének a tökéletes uralmát. Vagyis mi a képlet ebben? A vágy. Ból jön a düh, a frusztráció, kiesek a jogámból, kiesek abból a tudatségból, ahol jól érzem magam, és az elme visszasüllyed a szatvából, a rajaszba vagy a tamaszba. És mi az ellenszamszkára ebben? Az első ellenszamszkára az, hogyha őszinték merünk lenni, tehát az őszinteség. És nem kell ezt szégyelni, nem kell szégyelni, hogy problémánk van. Mindenkinek vannak problémái. És általában krízisre van ahhoz szükség, hogy az ember elkezdjen azon gondolkodni, hogy minek van ténylegesen értelme. Tehát, hogy ki vagyok én, hogy miért vagyok itt ebben a világban, mi a célom, mi az életcélom ezzel a kis testelmével, ezzel a személyiségkarakterrel, ami leszületett. És mindehhez hatalmas őszinteség kell. De térjünk vissza egy picit ehhez a vetített ábrához. Alapjába véve, a világban a leges-leges legnagyobb boldogság és a leges-leges legnagyobb szenvedés formája az a szerelem, akárhogy is nézzük.
Itt betettem a kettő közé ezen az ábrán, a boldogság és a szukha és a dukha közé. És mivel, hogy azért is tettem ide, mert a hétköznapi ember pszichofizikai eszköztárával aligha lehet egy ilyen intenzív érzést egy életen át fenntartani. És éppen ezért elgondolkodható, de mégis hogyan tudjuk ezt megőrizni? Hát úgy tudjuk megőrizni, hogyha a pozitív megoldás az az, hogyha dolgozunk rajta, és mindent megteszünk azért, hogy felemeljük a feltétel nélküli elfogadás, a feltétel nélküli szeretet síkjára a kapcsolatunkat. És azt tudom, hogy a csapatban azért legtöbben ennél, tehát a pár hónap vagy egy-két éves kapcsolatnál hosszabb kapcsolatokban élünk, és éppen ezért szeretnék egy kis történetet is ideidézni, valaki 5-10-20-30 éve is együtt él a társával, hogy az Attila egy szűk baráti körben egy kis előadásán, hát egy cizelláltabb véleményformáló egyeztetésünk volt előtte, egy finom fogalmaznak. Azt mondta, hogy a házasság nem arra való, hogy boldogok legyünk benne, hanem hogy fejlődjünk benne. Azt mondta ő. És akkor elgondolkoztam, hogy nézzük a jót. Végülis alapjában ez is tök jó. Nézzük azt a megközelítést, hogy az is tök jó, hogyha előre megyünk benne. Tehát, hogyha fejlődünk benne. Ez nagyon-nagyon klassz, mert hát akkor nem hátra megyünk, hanem előre. De aztán közgazdászként egy picit úgy rákontempláltam erre, hogy én azért megosztanám a miénk esetében 70% boldogságra, 30% fejlődésre. És szerintem ez egy tök jó arány. És ma is szoktunk Attilával viccelni azon, hogy milyen jó fordítva van. Ugye? Nos, egy picit menjünk rá a bonyolultabb érzésekre ezen az ábrán, a ragaszkodásra például. Szalmi Ráma azt mondja, hogy minden ragaszkodás fájdalomhoz vezet, minden ragaszkodás szenvedéshez vezet, azért, mert ugye elveszítjük, a nem ragaszkodás pedig szabadságot ad, ami a boldogság, a flónak az előfeltétele. Akkor egy következő nagyon-nagyon magasrendű érzés a megbocsátás érzése, ami alapjába véve egy tudatos döntés. A megbocsátás az azt is fogalmazhatunk úgy, hogy nem is feltétlenül egy érzelem, hanem egy tudatos döntés, aminek segítségével elengedjük a mások ellen cipelt negatív érzéseket, haragot, gyűlöletet, sértettséget, hasonlóképpen elengedjük a saját bűntudatunkat. Ugye, amikor az embernek vannak ilyen különféle, hogy nem vagyok elég jó, ó, most megint ilyen vagyok, olyan vagyok, sem értelme nincsen különben a jóga szempontjából, hogy így gondolkodjunk. Elengedjük a lelkiismeret furdalásunkat. Azt írja a Gita a 16. fejezet 3. versében, hogy életerő, karizma, a megbocsátás képessége, a ksamá, kitartás, testi és mentális tisztaság, mentesség az irigységtől, becsvágytól és a gőktől, ezek a tulajdonságok a magasrendű, természetű embernek a jellemzői. És akkor itt szeretném megjegyezni, hogy a ksamá, tehát maga a megbocsájtásra való tudatos törekvés, ez a hatha joga pradipikában is szerepel méghozzá a szabályzók között, tudjátok, ezt tanultuk együtt annó. És ahogy tanítja az Attila nekünk, hogy a ksamá, a megbocsájtás, ez a legmagasabb rendű képességeknek az egyike, a lelki-szellemi erőnek a jele, és a megbocsájtás valójában egyet jelent a benső érinthetetlenséggel. Ugye? Hogy ezt, ha belekontemplálunk, ez nagyon-nagyon így lehet. És végül kontempláljunk rá, gondolkozzunk együtt a szeretet minőségéről, lévén, hogy a szeretet az nem egy emóció, ahogy sokan gondolják, hogy egy elsöprő érzelem, hanem egy magasrendű tudatállapot, egy őszinte tudatos döntésnek az eredménye. Tehát az egy döntés, hogy eldöntöm, hogy én szeretni fogok, és utána ehhez ragaszkodom. Egy szokásmintának kell kialakítani, ha valaki nem született avatárnak, vagy nem született egy ilyen magasrendű embernek, akinek a szívében, illetve az elméjében ez eleve jelen van. Tehát ki kell alakítani a szeretet szokásmintáját, a szeretet érzésmintáját magunkban, ezt meg kell tanulni.
És maga a szeretet, az a jóga és a személyiségfejlődésünknek alapjába véve a legmagasabb foka, ahol nincsen bírálat, ahol nincsenek játszmázások, ahol nincsen manipuláció, hanem annyit jelent, hogy bármit is hoz a sorsunk, bármit is hoz az életünk, szívből őszintén a legjobbat tudjuk kívánni másoknak, szívből őszintén a legjobbat tudjuk kívánni a körülöttünk élőknek és magunknak is, és mindenkinek. Vagyis a szeretet maga a szmitá, az önzetlenség. Tehát az aszmitá ugye az önzés, ezt tanultuk a kléseknál. A szeretet az pedig a 100% önzetlenség. Maga a legmagasabb megrendű megnyilvánulása minden tettnek, minden szónak és minden gondolatnak. Aurobindo azt írja erről, hogy az egyetemes szeretet azon alapszik, hogy mindenhol és mindenben érzékeljük az egységet, mindenben érzékeljük az Istenit. A személyes tudatot olyan kiterjedt egyetemes tudattá alakítja, ami mentes a kötődésektől. Tehát megint visszajön az aparigraha. Tehát akkor tudunk szeretni, hogyha az aparigraha érzete az már benn van. Tehát a nem ragaszkodás érzete, mert a ragaszkodás mindig szerelemhez, mindig szenvedéshez vezet, és a ragaszkodás az mindig előbb-utóbb fájdalomhoz vezet, akárhogy is nézzük, és bekorlátozzuk a másodikat, másikat, nem? Ugye? Szvámi Védától szeretnék ideidézni egy gondolatot. Azt írja a mester, hogy talán az igaz barátságok minőségét lehet a szeretetet kötni. Még azt írja a mester, hogy a barátság nem egy villanásnyi bohó kapcsolódás, ami tova tűnik, amint kifogyott belőle az érdek. A barátság sorsszelű kapcsolatainknak a része, és a mester egy védikus aforizmát idézett, azt mondja, hogy a sekélyes ember barátsága olyan, mint a reggeli árnyék, hatalmasként indul, de délre szertefoszlik. Nem marad belőle semmi. És a belül élő ember barátsága pedig olyan, mint az esti árnyék, hogy piciként, parányiként indul, de idővel az egész bolygót befedi ez az árnyék. És hogyha egyszer az átman, az önvaló alakít ki egy ilyet, az valószínű, hogy akár életekre is szólhat. Jó, menjünk tovább egy picit. Hoztam még egy ábrát, méghozzá Laros és Stékennek 2005-ben készült hierarchia modelljét az érzelmekről. A Bhagavata Puránában az áll, ez a 6. ének 5.41-es lókája, hogy az ember, a pumán, nem képes felismerni, hogy az anyagi élvezet mennyi fájdalmas következménnyel és visszahatással jár, anélkül, hogy ezt maga személyesen meg nem tapasztalná. És az az ember soha nem fog teljességgel kiábrándulni az anyagi létből, akinek az elméjét ezen az úton mások támogatják, hanem csak az, aki mindezeken saját maga átégett. Tehát személyes tapasztalatra kell, hogy szert tegyünk, vagy ebben az életben, vagy vannak, akik már előző életek isteni tudata révén már felülemelkedtek ezen, de ha még nem, akkor tudunk ezeken felülemelkedni, ha már egyszer jól megégettük a nyelvünket, és nem akarjuk még egyszer. Ugye? És amikor az ego elkezd sóvárogni, rácuppan valamire, akkor általában keletkezik egy ilyen érzelmi töltés, ez így kezd nőni, olyan, mint egy kis golyó és egy tűzgolyó, és ez kezd így növekedni itt. Akár pozitív, akár negatív érzésről van szó. És az Attila azt tanítja nekünk, hogy ez a vágy, amikor elkezdünk sóvárogni, ez általában generál egy ilyen érzelemfüzért, tehát egymásra fűződnek a különféle ilyen emóciók. Lehet, hogy bele tudsz gondolni, hogy neked is lehet, hogy már lehetett ilyen valamikor az életed során. És ezt az érzelemfűzért, ezt nem lehet leállítani. Tehát nem tudod leállítani az elmédben. Olyan, mint egy kísértet, hogy állandóan jön nyomod. Ki akarod tenni az elmédből? Mindjárt vetítem azt az álmodat, amit ígérgettem itt nektek már régóta, most már az jön. Hogy nem tudod leállítani az elmédet, állandóan azon kattog, azon az egy érzésen, azon az egy gondolaton. Nem hagy békét neked. És amikor bekapcsol a buddhit, bekapcsol az
értelmed, akkor az értelem fogja eldönteni, hogy bevállalod, megteszed, vagy nem teszed meg. És ez nem csak párkapcsolatra vonatkozik, hanem ez ugyanúgy vonatkozik, amikor mondjuk egy befektetést megcsinálsz, vagy nem csinálsz meg. Vagy van egy állás lehetőség, megteszed, vagy nem teszed meg. Ugye? És nem lehet sokszor tudni, hogy mikor járunk jobban, ha az a vágyunk, az a sóvárgásunk megvalósul, vagy hogyha nem valósul meg. És lehet, hogy veled is történt már ilyen, hogy szinte ész nélkül mentél bele bármibe. Akár egy kapcsolatba, akár egy befektetésbe. Nem kellett volna befektetni, mert később kiderült, hogy csak buktál vele. Vagy egy olyan állásba, ami nem feltétlenül váltotta be azokat a reményeket, amiket fűztél hozzá. És amikor megtetted mégis, mert azt hitted, hogy az lesz a jó megoldás, utána, amikor egy rövidebb időt benne éltél, akkor rájöttél, hogy nem ez az, és már csak a romokat találod magad körül. És nem is érted, hogy mehettél ebbe bele, ugye nem volt átgondolva. Igen, és csak hogy az ábrához kapcsolódjunk, hogy nem az elégedettség, a boldogság, a büszkeség következik be, amit reménykedtél attól a dologtól, amibe belementél, hanem a csalódottság, az aggódás, a szomorúság, az önvád, a depresszió és hasonló negatív érzetek, akár még a szégyen is. Hogy lehetett ez, hogy történhetett ez meg velem. És akkor jöjjön anyukámnak a vákjája, hogy a megtörtént dolgokat nem lehet meg ne történté nyilvánítani, és ez az anyagi világban így van. De térjünk vissza egy picit, és jön a kis ábra, amit készítettem nektek, hogy működik az elme akkor, amikor a buddhi, amikor fel van tanítva, és hogy amikor nem. Tehát itt van az elmemező, és jön az érzés vagy a gondolat. Próbál behatolni az érzés vagy a gondolat. Hogyha a szatbuddhid van szabályozott, fegyelmezett elméd, akkor ki tudod tolni a buddhiddal azt a gondolatot, azt az érzést. És fent tudod tartani, hogy az ott megint megpróbálja. Mert minden oldalról be fog próbálkozni, ám nem csak egy oldalról, hanem ha így, ha úgy, ilyen oldalról, amolyan oldalról. Ugye nem tudom, hogy van ilyen tapasztalatotok. Na már most, hogyha van egy kemény szatbuddhid, akkor meg tudod őrizni a lelked nyugalmát, a békédet, és el tudod, tudatos döntést tudsz hozni. Azáltal, hogy az elmemező tiszta marad, ez az érzés, ez a gondolat, ez meg ott van különállóan, meg tudod vizsgálni. Ez különben visszatérve az alvás minőségre, csak egy picikét, ott is, hogyha a szatbuddhival az érzelem kavargásokat meg tudod szüntetni, akkor nagy esély van, hogy sokkal könnyebben fog menni az alvás. Különben a joganidra ezt szolgálja, hogy ezt erősíti benned, hogy ezt a buddhit létrehozd, hogy elcsendesedjenek a tudathullámok, de nem akarok visszamenni az elejére. Nézzük, mi történik akkor, hogyha nem fegyelmezett az elme, nem fegyelmezett a buddhi, nincsen felképezve, mert nem csináltuk, nem tanultuk még meg, hogy kell. De akkor az történik, hogy jön a gondolat. Először egy negyedet tölt ki az elméből, a felét kitölti az elméből, és utána az egész elmét elteríti az az érzés, vagy az a gondolat, amin aztán csámcsog órákon át, naphosszakon át, ki mennyit, heteken át. És utána az ember csak nézi, hogy úristen, az értékes életidőmből mennyi ment el már megint olyan dolgokra, ami tök felesleges. Nos, tehát, de visszatérve picit a mi témánkra, amikor a buddhi rábólint egy vágyra, és karmánk szerint engedődik, hogy beteljesüljön, akkor megfigyelheted, hogy egy ilyen rövid eufória után ez nagyon-nagyon lassan, ez a pozitív érzet, ez szerte foszlik, elnyugszik, és természetessé válik, hogy az van. Tehát vagy megszokod, hogy van, vagy megunod. Ilyen az elme természete. Az anyagi elme természete. Tehát megszűnik benne a motiváció, megszűnik benne az a kis érdekesség, ami miatt te azt megcsináltad, meglépted. És hogyha nem figyelsz oda, akkor már a mélyben formálódik egy újabb vágy. Egy bármilyen újabb sóvárgás, akár egy szerelem formájában, akár egy figyelem, egy elismerés formájában, és hol van már az a régi emóció, lehet, hogy nem is emlékszel rá. És az a gáz ezzel, hogy eltelik az egész életünk így,
a szenvedély és a szenvedés kettősségében, hogyha nem vigyázunk. A felcsillanó remények mentén, illetve a vágyak és szorongások mentén. És akinek erős a buddhia, tehát erős a szatbuddhia, ugye? Tehát az elmemezejét ő saját maga tisztán tudja tartani, az képes ellenállni. Mert amikor gyenge a buddhi, akkor az egész élet a vágyak és sóvárgások mentén telik el. A szatbuddhi az azt jelenti, hogy én döntöm el tudatosan, hogy az elmém mivel foglalkozzon. Én döntöm el, hogy egy gondolatnak, egy érzésnek adok relevanciát, vagy nem adok relevanciát. Az, hogy arra most rábútolok, vagy nem bútolok rá. És Attila azt mondja, hogy nem is a vágyjal van a gond, hanem azzal van a gond, hogy állandóan vagy sóvárgunk valamire a jövőben, vagy benn ragadunk egy múltbéli eseménybe, tehát hol is van az elme? Vagy a jövőben, vagy a múltban, de soha nem a jelenben. És akinek nincsen jelen az elméje, az vagy lamentál, dagonyázik egy múltbéli sérelmen, vagy hogy jaj, de milyen jó volt akkor, ugye? Így előidézzük, vagy a jövőben tervezgeti, hogy hű, de milyen jó lesz, vagy szorongattal, hogy hú, mi lesz, hogyha mégsem lesz olyan jó. Ugye? Nos, igen. Hogy lehet fejleszteni a szatbuddhinkat? Hát az első, hogy tudjuk hozzá a filozófiát. Tehát, hogy hallgatjuk és beépítjük a saját életünkbe. A második, ami megint, hogy egyszerűen gyakorolni kell. Tehát gyakorolni kell a jógát, hogy nem csak tudjuk, hogy vannak ilyen folyamatok, hanem amit ti is csináltok, hanem rendszeresen tényleg beépíteni ezeket a fantasztikus módszereket az életünkben, a pratyahára, a dhárana, a pránikus gyakorlás módszereit. És akkor van esély, hogy meg tudjuk fogni a vágyainkat, hogy meg tudjuk fogni ezeket a szorongásainkat, és egyszer végre arra tudunk gondolni, ami tényleg fontos. És elinduljunk, illetve ha már ráléptünk, és mi már ráléptünk arra az útra, hogy azon az úton lépkedjünk mindig előre, amit életcélként tűztünk ki magunk elé. És idővel ki tud alakulni, és kialakul bennünk ennek a szatbuddhinak az állandósága, tehát amikor a jelenlétet, az éber jelenlétet, ahogy a mindfulness fogalmazza, az éber jelenlétet megalapozod magadban, hogy jelen vagy abban, amit csinálsz. Szóval hogy tudod leellenőrizni nagyon-nagyon könnyen, hogy mennyire vagy otthon ebben, mennyire jellemző rád az éber jelenlét. Például, hogyha egyre kevesebbszer történik meg egy ilyen, hogy hova tettem a kulcsomat? Bezártam az ajtót. Hogy esik az eső, Úristen, a tetőtéri ablakot becsuktam. Mert ugye, ha tudatos lettem volna, akkor amikor elmettem, akkor tudnám, hogy most becsuktam, vagy nem csuktam be. Bezártam, vagy nem zártam be. Hol a kulcsom? Hát tudom, hogy minden pillanatban tudatos vagyok, akkor tudom, hova raktam a kulcsomat. Ugye? A sluszkulcsot. Aztán még inkább. Azonban a végső megoldást az azt jelenti, hogyha az ahankárt feltanítjuk egy magasabb rendű, új típusú örömforrásra, hogy a tudatosságban, a békében keressük a boldogságot, és ne az alsó három csakra minőségében, ugye a Kanaka Kamini Pratisztának a minőségében. És ez nagyon-nagyon nem egyszerű, mert nem így lettünk nevelve. Abszolút nem így lettünk nevelve, és a társadalmi és a szociális szokásmintáink sem ezek, hogy ezek mentén alakítanánk az életünket, és ezt tanultuk volna, az egyetemen se arra nem neveltek minket, hogy Szacsidánanda, hanem hogy Kanakaka Mini Pratistha. Hát ez az értékrend. Tehát egyszerűen át kell állítani a váltót, hogy most a jóga értékrendjén, vagy az anyag értékrendjén akarunk élni. Hogy mi okoz nekünk boldogságot. Ez egyszerű logika. Ha az anyagban állandóan van valami geller, akkor lehet, hogy meg kell nézni, hogy hol az, ami kicsit több boldogságot okozhat. Igen. Ezt átvettük. Jó, és akkor ezzel kapcsolatban szeretném a Patanjali módszer mellett, tudjátok, az ellentétes irányú gondolatnak a beépítése, ami az én kedvencem, hogyha van valami érzelem feljön, vagy valami olyan gondolat, amit nem akarok, akkor egy ellentétes irányú gondolatot vezessünk be az elmébe, vagy én a Gayatri mantrát ajánlom, akik jogások és a meditációhoz vonzódnak, vagy az önvalón való meditáció, a légzésre figyelés még hasonló jó lehet. Illetve van még egy
módszer, a Patanjali féle módszer mellett, ez a pratipaksa bávaná, hogy az ember pont ne arra gondoljon, ami a vonzásába tartja. Nagyon-nagyon hasonló, de nem azt mondja, hogy ellentétes irányú, hanem tök mindegy, hogy mire, csak ne arra, ami a vonzásában tartja. Például nem tudom, valaki szeretne elérni, most akkor vegyünk egy, nem, ne a szerelem témáját, hanem vegyünk egy másik témát, szeretne egy számára a kecsettető állást betölteni, és állandóan az jár az eszében, hogy hú, ez a jobbinterjú, hogy, és mégis azért lenne más is, amit kellene csinálni, akkor fontos, hogy próbálja meg azt megoldani, hogy ne arra a jobbinterjúra gondoljon, hogy ott hogy fog helytállni, hanem valami teljesen másra. Elég lesz arra gondolni előtte egy nappal, amikor fölkészül rá. Tehát a vágyott dolog helyett pont az ellentétére, vagy valami másra kell gondolni, és még egy fontos, hogy bármi áron ezt erőltetni kell, mert ez nem megy magától, mert vissza fog kúszni a gondolat. Tehát jön a gondolat erről, aztán kitolod. Utána jön erről, ott is kitolod, amarról, és nem hagyod, hogy elhatalmasodjon az elmében. Tehát ez a lényeg, hogy kitolod, és utána nem engeded, hogy még egyszer bekusszon, vagy még tízszer bekusszon, hanem mind. Nem, nincs ez szükség. Jó. Igen, még annyit szerettem volna ehhez a témához, még rátérünk az utolsó etapunkra, azelőtt mondani, hogy szádanában élve sokat tudunk tenni magunkért, hogy ne kövessünk el annyi hibát, és hogy tudjunk előrelépkedni a saját utunkon. És ahogy a jogaszutrákban is írja Patanjali, a szádanánk következménye, a szádana a mindennapos gyakorlásunknak a következménye. A gyakorlásban ugyanúgy a tudásfejlesztése is benne van, mint a fizikai, az ászana, pranayama, pratyahára, dárana, gyána gyakorlása. A szádana a következménye lesz a vibhuti. Tehát azok a természet fölötti képességek, és itt ne a vízen járásra gondolj feltétlenül, hanem az is egy természet feletti képesség, hogy tudod uralni az elmédet. Szerintem a legnagyobb. Szóval, hogyha ezt elérjük, akkor szerintem én azt mondom magamról, hogy akkor mindent megvalósítottam ebbe az életembe, ami lehetséges. Szóval a szádana következménye a vibhuti, ezek a természet feletti képességek, és ide tartozik például az önuralom is, amikor az ember bármennyire ingerlik a környezet, vagy bármi, meg tudja tartani ezt a higgadt, mély uralmat a saját elméje fölött. Mert ugye mindenki a saját elméje fölött kell, hogy rendelkezzen. A máshogy mit gondol, az a saját ő problémája, ezt neki kell megoldani egyszer. Nekem az a feladatom, hogy az én elmémet uraljam elsősorban. Jó, és az utolsó téma, amire szeretném, hogyha rátérnénk így a mai délelőtt folyamán, az az, hogy az életünk a dinamikusan működő elmének a teremtése. És ezzel kapcsolatban úgy szeretném bevezetni ezt a témát, hogy kétféle gondolkodásmód létezik. Az egyik, amelyik létrehozza a problémát, a másik, amelyik megoldja a problémát, ami megoldja a problémákat. Egy picit más szavakkal, az egyik típusú elme, az egyik típusú ember arra tud összpontosítani, hogy hogyan magyarázza meg, hogy miért nem lehet megoldani a dolgokat. Viszont lehet, hogy ti is ismertek ilyen típusú embert. A másik meg addig megy, amíg nem talál megoldást. És ezt az utóbbit hívjuk intelligenciának, ezt az utóbbit hívjuk jogának. Azonban attól, hogy valaki szuperokos, szuperintelligens, attól még lehet, hogy nagyon boldogtalan. Tehát attól, hogy szuperintelligens vagyok, és meg tudom oldani az életemet, attól még nem biztos, hogy boldog is vagyok. Mert az intelligenciánkat alapjába véve kétféle módon tudjuk használni, vagy a világnak a három értékmérőjének a megszerzésére, a Kanaka Kamini Pratisztának a megszerzésére, a pénz, a szex és az elismerés minél több legyen belőle ennek a megszerzésére, vagy arra, hogy az értékrendünket áttransformáljuk egy más minőség mentén az önvaló az átman útján. Vagyis a végtelen, a határtalan, a szat, a sid és az ánanda, a csid, a tudatosság, illetve az egyetemes boldogság fejlesztése mentén magunkban. És ha az utóbbi, az átman, az önvaló útján járunk, akkor az előbb-utóbb nem csak a gondolkodásmódunkban, hanem a beszédünkben és a tetteinkben is meg fog nyilvánulni. Mert hogyha nem, akkor maximum szépen tudunk beszélni róla, de azért olyan túl sok minden nem változik. Alapjába véve az elme a szatvában teremt,
A rajaszban élvezés szenved, ugye szukham, dukham, erről volt ma többször szó, a tamaszban pedig csak dukham van, tehát csak szenvedés van. És ahogy ideidézem a nyitó gondolatunkat Attilától, hogy az ember onnan tudja, mindennapok embere onnan tudja, hogy él, hogy vagy szenved, vagy boldog. És hogyha a tamaszban van a tudat, tamaszban van az elme, akkor alapjában véve meg van fosztva mindentől. Meg van fosztva az észtől, meg van fosztva az anyagiaktól, meg van fosztva a szerelemtől, az elismeréstől. És ez általában az összeomlásra a hajlamos elmének a jellemzője. Rajaszban állandó az impulzivitás, állandó a mozgás. Jön egy impulzus, amit bármi áron, de kielégítek, vagy legalábbis megpróbálom, mindent megteszek, hogy kielégüljön az a vágyam, ami általában már generál is egy újabb vágyat, és egy újabb vágyat, és egy újabbat, amit ki akarok elégíteni, ha a karmám ugye engedi. És a szatvába merített tudat az szatvikus energiát, szatvikus gondolkodást és szatvikus testet hoz létre, és a szatvában pedig minden rendelkezésre áll, amire szüksége van egy szatvikus gondolkodásnak. Rendelkezésére áll a mélység, rendelkezésére állnak a lelki barátok, a társak, a társulások, és ahogy Attila tanítja, a gyakorló szádaka, tehát a szádaka gyakorlót jelent, a szádanája a gyakorlatai révén éri el ezeket a magasrendű képességeket, a vibhútikat vagy szidiket, amik révén szadóvá válik, tehát egy magas fejlettségű, tudatosságú emberré válik. És amikor menjünk vissza az elejére, ha legyőzzük a tamaszt az elmében, mi annak az első tünete, ha legyőzzük a tamaszt az elmében? Hát az, hogy alkalmassá válik az elme az összpontosításra. Hogyha az elme tamaszban van, ha becsusszan a tamaszba, akkor nem tudsz odafigyelni. Tehát nem tudsz jelen lenni, nem tudod az éber jelenlétbe hozni a tudatod, nem tudsz koncentrálni semmire. Tehát ha legyőzzük a tamaszt, akkor alkalmassá válunk az összpontosításra, ami maga a teremtő erő és a karizmának az alapja a felsőbb minőségekben. A rajasszal nem az energia a probléma, mert ez egy tök jó dolog, sok mindenre használhatjuk, hanem a rajasszal az a gond, hogy túlságosan heves, túlságosan nagy kiterjedésű, óriási energiák hullámoznak, össze-vissza áramlanak hatalmas amplitudóval, és a rajaszban általában akkor vagyunk sikeresek, hogyha tervszerűen tudjuk irányítani az életünket a három anyagi minőség, a három értékrend felé, a kanakak, a miniapratistá felé. És amikor logikusan reális célokat akarunk elérni, és beletesszük a munkát, a rajasz általában elhozza az eredményt. Általában elhozza, és meg is tudjuk szerezni. Attól függ, hogy éppen hogy abban a születésben milyen a karmánk, hogy most térdig kell szaladni hozzá a vízben, derékig vagy mellkasig. De ha beleteszed az energiát, akkor megvan rá az esély, hogy eléred. A szatvába, hogyha beérkezünk jógiként, jóginiként, akkor kezdjük el irányítani az életünket, és akkor mondhatjuk el azt, hogy maga ez az irányítás, az összpontosítás alakul át meditációvá. Tehát az egész életünk meditációvá válik. Tehát nem az a fél óra, egy óra, amit reggel gyakorolsz, hanem az egész életünk meditációvá válik. És ilyenkor is használjuk ezt az energiát, használjuk a rajasz energiáját, de a cél az teljesen más lesz, mint a rajaszban. Teljesen más, hogy mi az, amit el akarunk érni vele. Mert maga a rajasz az azt jelenti, hogy energia az életnek az üzemanyaga, az élet energiája, de a rajaszban is, és ugyanúgy a szatvában is ez az energia, ezt használjuk fel. Csak nem mindegy, hogy mire. Vagyis nem a szenvedélynek az energiáját kell megszüntetni, mert hogyha belenézel a csodálatos mestereknek a szemébe, akkor látod, hogy ott az a brutál nagy energia, az a csodálatos fény a szemében. Tehát nem ezt kell megszüntetni, hanem át kell alakítani a vágyaink irányát. Tehát, hogy mire használod azt az energiát,
ami neked van. Meg kell tanítani, meg kell tanulnunk irányítani, és hogyha ezt megtanuljuk irányítani ezt az energiát, akkor mindig lesz energiánk, és ez indul el egyfelől a személyiségkarakterünk fejlődésében, a jellemfejlődésünk vonalán, és amivel ezt fejleszteni tudjuk, az a 8-fokú jógában a pránikus gyakorlás. Ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy beépítsük a pránikus gyakorlást az életünkben, hogy legyen energiánk. Akár 40, 50, 60, 70 évesen is rendelkezzünk annyi energiával, amit szeretnénk az élet céljainkhoz, hogy nekünk legyen. Nézzük, mit szerettem volna. Igen. Szeretném ideidézni Rabindranath Tagore-nak ezt a gondolatát, hogy az egész életet meditációvá, szádanává kell, hogy alakítsuk. Ez az életnek az egyik alapvető célja, hogy belépjünk a tudatosságba, a tudatos jelenlétbe, és hogy jelen tudjunk lenni minden pillanatban az életünkben. Vagy ahogy Freud mondja, hogy a dolgok megvalósulásának a módja, hogy az ember mindig rájuk gondol, tehát arra gondol, ami a célja. De ez ugyanígy van az anyagban, a rajaszban, mint ahogy a szatvában is. Vagyis a rajasz maga a szükséges energia, és hogyha a szatvikus alapvetően az elménk, akkor ezt az energiát tudjuk alakítani a szatvikus céljaink felé, a szatvikus céljaink, vágyaink irányába. És hogyha a szatva dominálja az életünket, az olyan, mint hogyha egy más tudatsíkon lennénk. De alapjába véve ott is vagyunk. Tehát akinek a szatva dominálja a gondolkodását, az alapjába véve ott is van. És ez olyan, mint hogyha felülemelkednénk a világban megszokott ambíciókon, a világban megszokott vágyainkból, tehát ebből a vízszintes tengelyből egy függőleges tengely mentén kezdenénk el élni és gondolkodni. Egy példát hoztam erről, amikor mondjuk, nem tudom, Kalkuttába elmész, és ott állandóan mindig smog van, vagy Delhiben, állandóan mindig smog van. Tehát annyira sok az autó, hogy nem látod az eget, nem látod a napot. És hogyha felrepülsz repülővel, akkor látod, hogy a smog fölött, tehát a kavargó, a smog, vegyük azt, hogy a három kötőerő az elmében, ami ott kavarog össze-vissza. Tehát ha felülemelkedsz a smogon, akkor látod, hogy a smog fölött mindig kék az ég. Tehát a gondok és gondolatok fölött mindig kék az ég. Ugye? És ide csak be kell lépni, és ez egy tudatos döntés, hogy ezen az úton elindulunk. Hogy erre az útra rálépünk, mert hát azért vagyunk itt. Hogy kikerülünk ebből a mókuskerékből, ami pörög velünk állandóan, hogy kidugjuk a kis fejünket, és látjuk, hogy de hát az ott van lent, és én pedig oda törekszem, és alapjába véve problémák és gondok egy más minőségben nincsenek is. Csak felül kell emelkedni rajta, és az átman értékrendje felé kell irányítani az életet. Igen, ezt ki is sárgítottam itt ezt a részt itt, hogy az ego számára vagy vágy van, elérendő dolog, vagy pedig düh van, akadály van. Az átman ezt már felülről érzékeli, és ebben már nem involválódik bele. Tehát tudja, hogy ott van, látja, érzékeli, de már nem involválódik bele. Jöjjön a vonatkozó slóka a Bhagavad Gita-ból, hogy a boldogság és a boldogtalanság megjelenése és kellő időben való eltűnése olyan, mint az évszakok váltakozása, és ezek csak érzékfelfogásból erednek, az embernek el kell viselni őket anélkül, hogy megzavarnák a tudatát. Vagy a 2.15-ben a folytatólagosan azt írja a Gita, hogy aki kiegyensúlyozott a boldogságban, boldogtalanságban egyaránt, és nem zökkenti ki az érzéki tapasztalás, ő az, aki valóban képes belépni a szadba, az állandóság minőségébe, a végtelenség, a határtalanság minőségébe. Vagyis így záró gondolatokképpen még annyit szeretnék így a mai délelőtre, hogy
Alapjába véve a kiút az mindig befelé vezet, és csak akkor tudunk alakítani a saját életminőségünkön, és ezután a közvetlen környezetünk életminőségén, vagy távlatokba tekintve a világ életminőségén, hogyha a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket emeljük, változtatjuk, ahogyan a dolgokat szemléljük a világban. És az, hogy a világ összességében merre halad, és ez most úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, ez alapjába véve az összeadódó kollektív tudatállapotunknak, az összeadódó kollektív gondolkodásmódunknak a függénye, mert ez fogja eldönteni, és ezért minden fontos, és minden számít, és minden egyéni embernek a gondolkodásmódja nagyon-nagyon számít, hogy merre halad. És a hétköznapi, mindennapi életmódunkat, gondolkodásmódunkat kell ezért fejleszteni, hogy egyre több legyen benne az éber tudatosságban eltöltött életidő, egyre több legyen benne a béke, a gondolatok, az elmebéké, és egyre több szeretet legyen a szívünkben. És alapjába véve ez bármikor bárki elkezdheti. Tehát nincs ennek egy ideje, hogy majd nem a holnap lesz ennek az optimális ideje, hanem a most, hogy ebbe belépjünk. Jöjjön az utolsó ábra, és amikor egyszer majd felébredünk ebben a tudatosságban, akkor meglátjuk, hogy a Föld nem csupán a környezetünk, hanem maga a Föld bennünk van, és mi magunk vagyunk a Föld. Vagy a világegyetem nem csupán a tágabb környezeted, hanem a világegyetem benned van, és te vagy maga a világegyetem. Illetve a Brahman nem csupán az abszolút környezeted, hanem a Brahman benned van, és te vagy maga a Brahman. Én ennyit szántam erre a mai délelőtre, összegzésképpen, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Hari Om Tat Szat. Thank you.